Csigabiga Palota, Szabó Máté Gazdag Erzsi versével indult a versenyen, Körmendi Lajos története is elhangzott, aranyminősítés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 28-án 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola harmadikos és negyedikes diákjai szép sikereket értek el a Déliné által megrendezett Csigabiga mesemondó versenyen. Erről Takácsné Csikós Anikó tanítónővel beszélgettünk. Az iskola diákjai január óta készültek a versenyre. A tanítónő a szöveg választásával kezdi mindig a felkészülést, diákjainak személyre szóló mesét keresett most is. A Déliné Művelődési Központ a Csigabiga Palota mesemondó versenyt már régebben, januárban meghirdette, és mi annak rendje módja szerint elkezdtük erre a készülődést, ahogyan szoktuk. Először is a szövegválasztásra, meseválasztásra nagyon koncentráltunk, nagyon figyeltük, hogy ki milyen típusú mesét szeret, és akkor hozzákezdtek a gyerekek a tanuláshoz, és következett az, hogy március 9-től online formában tanultunk, és akkor a mesetanulás is így folytatódott. Ennek különböző formái voltak, mégpedig volt, aki jelenlétibe egyéni módon megoldottuk, hogy bejött, és akkor megbeszéltünk egy-egy időpontot, elmondták, hogy hogyan haladnak, illetve volt olyan szülő, aki abban tudott segíteni, hogy videóra fölvette azt, ahogyan halad a gyermek a mesetanulással. Én meghallgattam, próbáltam elmondani, javítani, és különféle szempontok szerint igyekeztünk a mesére koncentrálni, hogy az nagyon szép és jó legyen. Van, aki a tréfás mesét szereti, van, aki a komolyakat, van, aki a tanulságosat. Erre nagyon figyel Takácsné Csikós Anikó, hogy szeresse diákja azt a történetet, amit elmesél. Mi közösen bemegyünk az iskolai könyvtárba, most azt még meg tudtuk tenni, és együtt keresgéljük. Van olyan gyermek, akinek sokszor 5-6 mesét is kell adni, mire igazából rátalál, és azt mondja, hogy igen, akkor ezt szeretném mondani. Hiszen van, aki a tréfás mesét szereti, van, aki a komoly, inkább a tanulságos meséket, és erre igyekszem nagyon figyelni, hogy szeresse igazából azt a történetet. A refisek nagyon jól szerepeltek, ügyesek voltak. Van arany, ezüst és bronz minősítés is. Nagyon-nagyon örülök, nagyon ügyesek voltak, hiszen most 8 gyerekkel, a harmadik, negyedik évfolyamon 8 gyerekkel tudtunk szerepelni, és van arany, ezüst, természetesen bronz minősítés is, de mindenkit a maga képességeihez mérünk, és az ő eredményeiknek is nagyon-nagyon örülünk, és gratulálok ezeknek a kis tanítványaimnak. Minden kis tanítványának gratulál tanáruk, aki a tehetséggondozást is fontosnak tartja. Ennek része, hogy iskolai keretek között is gyakoroljanak, így az alsósoknak is előadták a meséket a versenyzők. Igyekszünk mindig erre is figyelni, hogy itt iskolai keretben is szerepeljenek. Próbáljuk megoldani úgy, hogy reggelente, és akkor egy-egy tanuló bemegy minden alsós osztályba, és a többiek is meghallgatják. Így történt az eredményhirdetés is, hogy az osztálytársaik előtt, és volt olyan kisgyermek, aki ekkor mondta azt, hogy no, akkor én is szeretném majd ezt megpróbálni a következő alkalommal. Többen ötödikesek lesznek ősztől, a tehetséggondozás azonban ott is folytatódik majd. Ez nagyon fontos, hiszen mi erre építünk, mert már az első-másodikos tanítónénik is nagyon nagy munkával fölkészítik a gyerekeket, átadják nekünk harmadikos, negyedikeseknek, és mi pedig ilyenkor mindig egy kicsikét bánatomra már a negyedikes gyerekek elmennek a felső tagozatba, és én ilyenkor őket már arra biztatom, hogy remélem, hogy folytatjátok a felsőben a prózamondó versenyekkel, illetve abban is nagyon bízom, hogy a városi színjátszókörben is szívesen fognak szerepelni, illetve már szerepelnek is ezek közül a gyerekek közül. Szabó Máté Gazdag Erzsi meséjével indult a versenyen. Számára ez a mese is tanulságos volt,
hiszen a kérkedő kisegér pórul járt. Szabó Máté Gazdag Erzsi meséjével indult a versenyen. Számára ez a mese is tanulságos volt, hiszen a kérkedő kisegér pórul járt. Én a Gazdag Erzsi a Láthatatlan Sümegi Vízipipa című mesével értem el aranyminősítést, és nagyon büszke vagyok magamra. Azt gondolom, hogy lehetsz is, de hogyan történt a mese kiválasztása? Te szeretted volna ezt elmondani? Miről szól ez a mese nagyjából? Két-három mondatba foglald össze. Arról szól, hogy az egér talál egy mággubót, és igazából abból csinál ő egy saját vízipipát, és a végén meg pórul jár. Ez tanulságos kis mese? Hát igen, mert igazából dicsekedett, meg nagyot nézett ki magából. Itt hallottuk az előbb Telenőtől, hogy nektek szóló mesét próbál keresni. Ebben melyik része volt az, ami szerinted rád is igaz? Hát szerintem nem sok része volt igaz, de szerintem inkább az eleje, hogy találok valamit, aztán abból csinálok valamit. A mesemondón kívül idén matek versenyen is volt, és azon is szépen szerepelt. Az online tanulás sem okozott neki gondot. Én igazából egy ilyen 2-3 óra alatt kész lettem a tanulnivalóval. És milyen versenyek voltak még idén? Hát volt egy matek verseny, ez a mesemondó, több nem is nagyon. A versenyre is sokat gyakorolt, hiszen szeretett volna az első háromban szerepelni. Én eleve néha sejtem, hogy benne leszek a top háromba, mivel akárhányszor mentem mesemondóra, mindig benne voltam abba a három helyezésbe. Örül, hogy aranyminősítést kapott. Kedvenc írója nincs, de kedvencei a Rossz Csont Petis történetek. Igazából azt olvasom, amit tanulok, meg még mellette könyveket. Kedvenc könyved, íród? Hát kedvenc íróm az nincsen, de kedvenc könyv sorozatom az a Rossz Csont Peti. És te is ilyen Rossz Csont Peti vagy? Nem, igazából nincs is öcsém, akit molesztáljak, mert nekem csak bátyám van. Farkas Zsófia egy Körmendi Lajos történettel nevezett, ami egy tanulságos lóvásáról szólt. Zsófi számára nehezebb volt az online mesemondó. Ő szereti, ha a zsűri előtt mesélhet. Én a Körmendi Lajos a Tártas Kincse című kötetből Tártas Volgebe című mesével jelentkeztem. Miért pont ezt választottátok? Mert ez tanulságos. Mesélj egy picit pár mondatban, hogy miről szól ez a mese? Arra, hogy egy igari uraság eljön ide a vásárra, és keres egy szép lovat. Meg is találja, de látja, hogy ott van egy szegény ember, és nem szeretné, hogy azt lássa, hogy neki tetszik ez a ló, ezért ezt próbálja eltitkolni. Aztán végül meg is veszi. De a szegény ember mondja azt neki, hogy ő nem is adná el, mert nagyon szép, csak hogy sok vele a gond. Ő meg ezt nem igazán hitte el, de aztán végül pórul jár. Tehát ez a tanulság számodra. Egyébként a lovakat szeretted, hogy ilyen mesét választottál? Igen. Sok versenyen voltál már? Hát, igen. A versenyre Csikósné Takács Anikóval gyakorolt, és felvétel előtt még szüleinek is elmondta otthon a választott mesét. Ősztől ötödikes lesz, amit nagyon vár. Az alsóban a tanítónénitől sok tudást kapott. Neki a dolgozatok is tetszettek. Sok tudást. Nekem mindig a dolgozatok is tetszettek. Jók voltak szinte mindig a jegyeim. Ezek milyenek, ezek a jó jegyek? Milyen volt a fél évid? Ötös. Kedvenc tárgyad? Gondolom az olvasás? Igen. És még? Hát a nyelvtant és a matekot is szeretem. Akkor ezek szerint felsőben hasonló ilyen versenyeken is indulsz majd? Gondolom. Jók voltak mindig a jegyei is, ezt szeretné a felsőben is megtartani. Kiszelák Lenke Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyvéből mondott el egy részletet, bár tündérek és boszorkányok nem voltak benne. Kiszelák Lenke Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyvéből mondott el egy részletet, bár tündérek és boszorkányok nem voltak benne. Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyvéből mondtam el egy részletet.
Na, akkor mesélj csak nekem erről, tündérek, boszorkányok, ez nagyon jól hangzik. Miről szól ez a mese? Igazából a részletben nem nagyon volt szó se tündérekről, se boszorkányokról, ez csak egy ötletes cím. Igazából egy testnevelés órát mesél el ez a részlet, a negyedik D-osztályosoknak a testnevelés óráját, amikor a testnevelés tanáruk eléggé megerőlteti őket, és aztán egy kicsit mérges lesz rájuk a végén, mert ugye azt mondta, hogy ne ragadjanak le sehol, de végül a cukrászda előtt mindenki leragadt, mivel a cukrászmester adott nekik inni, enni, és hát eléggé berágott rájuk a tornatanár. Igazából azonosult a szereplőkkel, mert neki sem a kedvence a testnevelés óra. Én eléggé örülnék neki, mert a tornaórák nálunk is azért nem olyan könnyűek, de szerintem a mi tornatanárunk azért nem lenne olyan mérges, mert ugye ez sem az osztály szerette volna, hanem a cukrászmesterek találták ki az ötletet, de nekem igazából tetszene. Akkor ezek szerint inkább a magyar a kedvenced, mint a testnevelés. Igen, én nem nagyon szerettem a testnevelést, és most sem nagyon szeretem. Hát igazából nem rossz tantárgy, de én nem tudnám úgy a kedvencemnek kiemelni. A kedvence a magyar, így nem véletlen, hogy arany minősítéssel jutalmazták mesemondását is. Bár alsóban a bakancs listáján az szerepelt, hogy 3 arany minősítés nyer versenyeken, ebből csak 2 sikerült, de így is boldog. Arany minősítést nyertem. Ugye nekem rajta van a bakancs listámon, hogy nyerjek 3 arany minősítést, csak ez nem, sajnos nem teljesült alsóban, mivel ez még csak a második arany minősítésem volt, de azért így is eléggé büszke vagyok magamra. Nagyon határozott tervei vannak, amelyek eléréséért sokat tanult. Sok mindent el szeretnék érni az életben, lehet, hogy sikerülni fog, lehet, hogy nem, de azért én hiszek magamban, és hiszek abban is, hogy meg fognak történni. Igazából a matematikát nem nagyon szereti. Próbálja keresni az arany középutat a matematikából és a testnevelésből is, kisebb-nagyobb sikerrel. Az olvasást szeretem, és a nyelvtant is. A magyar nyelv engem nagyon megfogott, voltam már nyelvtan versenyen is. Ott is igazából nagyon jól teljesítettem, 3. helyezett lettem. Igazából én a matematikát nem nagyon szeretem, mivel én... Hát nekem a matematika sosem ment olyan jól, de azért azt sem tudnám mondani, hogy a matematika nagyon rossz. Tehát akkor próbálod keresni az arany középutat a matematikával és a testneveléssel. Igen, próbálom mindig. Hát nem nagyon sikerül, de igazából egyiket se tudnám tényleg úgy rossz tantárgynak mondani. De azt gondolom, hogy akkor még van fejlődőd ezekből a tárgyakból, a többiből hogy állsz? Igazából mindig is jó teljesítményeim voltak. 5-öseim vannak, van azért néhol egy kis 4-es, de igazából a többi tantárgy eléggé jól megy. Zeneiskolában nem jár, de otthon énekel és táncol, mert kicsit szégyellős. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!